mindenkinek üdv újra egy vasárnapi csiliben. És annyira álmos vagyok, hogy mindjárt elhasszok, de itt vagyok. És beszélgessünk, illetve sminkeljünk. Van néhány új smink cuccom is, hoppá. Illetve tegnap megkérdeztelek titeket, hogy milyen témákról beszélgetnétek szívesen. Hát abból kiválasztottam egy-kettőt, úgyhogy kezdjük. Most már jó ideje próbálgatom ezt a Nivea Makeup Starter-t, és elég jó. Úgyhogy most is ezzel kezdem a sminkelést. Ugyanis szülinapi bulira fogok délután menni, ezért sem vagyok ma pizsamában. Úgyhogy egy viszonylag normális sminkre van szükségem, és már nincs időm igazából átöltözni, úgyhogy ez most ilyen, hát ilyen más jellegű vasárnapi csili, illetve az ital, ami mára lett volna, hát abból már nincs túl sok, mert így a készülődés előtt én így szépen megittam az egész üveggel, az pedig Nesti zöld tea, imádom. És hát igen, ennyi maradt belőle, úgyhogy nem sok italozás lesz a mai vasárnapi csiliben. Van egy új alapozóm, ez a L'Oréal True Match, a 2.N Vanilla színben. Super blendable, szóval már csak ezért is vagyok rá kíváncsi, viszont sötét a szín. Ezt már innen látom, úgyhogy kevernem kell a másik alapozómmal, amit alapból szoktam használni, és szerintem még így is sötét lesz a szín, de bizakodjunk, hogy ebből azért valamit ki tudok hozni. És képzeljétek el, hogy igaz, hogy baráti nyomásra, de jelentkeztem a Digital Divas versenyre, és pár napja megjött az eredmény, hogy bekerültem a legjobb top 5 vlogger közé. Igen, egy zsűri fog majd dönteni az eredményről, ez a Cosmopolitan és az Avonnak egy közös játéka. Viszont ti megtehetitek, hogy szavaztok rám, és hogyha nagyon sok szavazatot kapok, akkor a közönség díjat elvihetem haza. Szóval, ha úgy gondoljátok, hogy miért ne én lennék az a személy, aki megnyeri ezt a közönség szavazatot, akkor a leírás gombra kattintva találtok egy linket, ott bekattintjátok Avienna Ralt. Jaj, ne, belekentem a hajamba! Nagyon boldog vagyok, hogy benne vagyok ebbe a top 5-be, mert ez óriási dolog számomra, és igazából bizonyítja azt, hogy jó az, amit mi csinálunk így együtt. Úgyhogy hálásan köszönöm a szavazataitokat. Nagyon jó témákat írtatok a Facebookra is, illetve Instagramra is, és hát komolyan mondom, nagyon nehezen tudtam választani, hogy miről is beszélgessünk ma, mert a legtöbb téma egyébként olyan, hogy ilyen 45 perceket tudnék róla beszélni, szóval ilyenkor most eldobnám ezt az ecsetet, dőljünk hátra, és akkor kezdjünk el beszélni. Igen, szóval tényleg tök jó ötleteket adtatok, de sajnos ez nem fér bele egy ilyen jellegű videóba, úgyhogy gondolkozom, hogy miként lehetne esetleg összehozni, hogy a megemlített témákról egy kicsit bővebben, hosszabban. Beszéljünk arról, amikor felismernek az utcán, mert hogy nagyon szeretitek ezt a kérdést, valamilyen oknál fogva. És annyit tudok erre mondani, hogy ez mindig egy nagyon furcsa dolog nekem, mert hogy nem nagyon tudom hova tenni a dolgot, vagyis hát nyilván értem, hogy miből következik, de hát állandóan zavarban vagyok. Van, amelyik találkozó egyébként nagyon jól sikerül, tehát hogy így Hello, puszi, esetleg egy közös fotó, beszélgetünk néhányat, és mindenki megy tovább. És vannak azok a találkozók, amik ilyen extra kínosak, tehát hogy te vagy ez a lány, aki videókat csinál? Igen. Ja, oké. Okay. Igen, és egyszer volt egy hasonló, hogy aztán a lány mellettem ült a metrón, és valami több megállón keresztül egymás mellett ültünk így totál kucsba. Hát én próbálkoztam valamiféle beszélgetésre, de hamar rájöttem, hogy reménytelen. Szóval van, amikor tök jól sülnek el ezek a dolgok, van, amikor meg elég furán. Képzeljétek el, hogy múltkor voltam egy szinkron stúdióba, egy olyan igazi szinkron stúdióba, és kipróbálhattam magam egy film részletbe. Hát valami fantasztikus élmény volt. Mindig mondtátok ti is, hogy mennyire szeretitek hallgatni a hangomat, hogy szerintetek milyen jól beszélek. Szerintem is egyébként, de ez most másodlagos. És mindegy, egész életemben ezt hallgattam, hogy milyen jó a hangom. Használjam ki, mert hogy én erre születtem, ilyesmi szövegeket szoktak mondani. Közben egy új palettával fogom készíteni a sminkemet, egy lilás vonalat. Lila, ami annyira nem az én színem, viszont egy tök jó smink kombinációt próbáltam ki a múltkor, ami
nagyon tetszett, úgyhogy ma ezt a szépséges palettát fogom használni. Ez egy Max Factor paletta, 04-es színkóddal. Világosabb az egész szemhéjra, barnával mattítok, és a sötét lilát viszem fel a szempillák köré, és elsatírozom. Nagyjából ennyi lesz a terv. Szóval a Szinkron Stúdióról, hát maga ez az egész hangulat, meg ez az egész világ, ami ott volt, hát ez ebbe azonnal bele tud szeretni az ember, mert annyira különleges az egész atmoszférája a helynek. A Szinkron Stúdió az pont olyan volt, amilyennek elképzeltem, de maga a szinkronozás, hát rá kellett érezni az egészre. Szóval elsőre nem igazán ment, és hát elsőre azt sem tudtam, hogy mi a fenét kell csinálni, meg hogyan kell csinálni. Szerencsére volt segítségem, profi segítségem is volt, úgyhogy hát tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt így kipróbálhattam. És igen, koncentrálni kellett, de ha most azt mondanák, hogy na, Evelyn, szinkronizálunk? Én már mennék is, és csináljuk, mert egy thriller filmből próbáltam ki egy jelenetet, ahol konkrétan üvöltenem kellett, meg zihálnom, meg ilyen furcsa dolgokat csinálni, ami a filmhez képest totál életszerű volt, csak hát annak, aki még ilyet életében nem csinált, és azt se tudtam, hogy hogyan orvítsak meg, tehát hogyan adjam vissza azt, hogy konkrétan beleégetnek valamit a kezembe, hát ez nagyon fura volt. Azóta már nem tudom ugyanúgy nézni a filmeket, mert sokszor elmélázok azon, hogy így ezt most hogyan is mondhatta, vagy ezt most hogyan is csinálta, meg hogy amikor például isznak, vagy esznek valamit, hogy akkor ezt hogyan utánozzák le, és így tegnap is így néztem filmet, és nem volt élvezhetetlen, de teljesen más így egy filmre tekinteni. Na mindegy, remélem, hogy nem ez volt az utolsó ilyen élményem ezzel kapcsolatban, meglátjuk majd. Én bírnám, nagyon bírnám. Sokan megkérdeztétek, hogy van-e bakancs listám, és hát írott formában még nem nagyon szedtem össze a dolgokat, hogy mi az, amit meg akarok tenni, vagy ki akarok próbálni az életbe. Viszont egyre több minden kerül fel erre a jelenleg képzeletbeli listára. Úgyhogy, ha nem szeretném elfelejteni, akkor szerintem lassan tényleg le kellene írnom ezeket, és hát bizony van jó pár dolog ezen a listán, és a szinkron talán az, ami hosszú idő óta egy ilyen kipipálandó dolog, de annyi minden van még, és rájöttem, hogy nem igazán teszek azért, hogy ezek megvalósuljanak, úgyhogy bele kéne húzni, mert minél jobb ezeket kipróbálni, aztán pedig minél több új dolgot felírni a listára. Szerintem ez így tök jó. Az első helyen nálam már kisgyerekkorom óta a hőlégbalonozás áll. Egy könyv hatására a hőlégbalonozni akarok azóta, és majdnem összejött egyszer, de nem. Szóval számomra az egy olyan élmény, amit így már egymilliószor levizualizáltam a fejembe, de hát élőben biztosan teljesen más lehet az egész, tehát maga a rajongásom a hőlégbalonokért az elég erős, és akkor még maga az élmény, hogy a levegőben lehetek és föntről szemlélhetem a világot, és hogy fejem fölött alkalmanként egy óriási tűzcsóva így fellövel, és hogy így, szóval ezért nagyon lelkesedek, és hát igen, ezt nagyon-nagyon szeretném már egyszer kipróbálni. Illetve olyan dolgok vannak fent, például, ami kipróbálás szintjén van, hogy például a pekingi kacsát akarom megkóstolni. Egyszer láttam egy ilyen utazásos dokumentumfilmben, ahogy a nő a pekingi kacsát ette, és valahogy úgy tudta enni azt a kacsát, hogy eldöntöttem, hogy ezt nekem is tudnom kell, mert nem áradozott róla, hanem egyszerűen csak azt mondta, hogy ez a legjobb, amit életében valaha evett. És ez nekem elég volt ahhoz, hogy én is egyszer ezt így meg akarjam tapasztalni. Aztán természetesen ott van még a Kat Von D-vel való találkozás, hogy ő készítse el a tetoválásomat.
Aztán, ami nagyon-nagyon úristen, ami szintén a hőlégballonos korszak egyik terméke, az pedig, hogy az északi fényt láthassam. De akkor szerintem én ott is maradok, és akkor így ágyő internet, ágyő minden, és akkor én az életemet úgy fogom tölteni, hogy bámulom az északi fényt. Igen. Szóval ezzel csak okosan. Van egy tök jó highlightos ceruzám, ez a Sheetől van, ez a Duo Highlighter Pen. És már ezt annyira ki akartam próbálni, úgyhogy ha le tudom szedni, igen, akkor ezt most kipróbálom, mert ilyen ceruza formában még sose próbálkoztam ezzel. Jól néz ki igazából, mert tök jól kontrollálható a dolog. Amúgy, ha én álmodok valamiről, akkor, és ezt kérdeztétek is, hogy meg szokott-e valósulni a dolog? Hát én az álmaimban, úristen, én brutális dolgokat szoktam álmodni, szóval tehát ami engem foglalkoztat egy nap, vagy úgy általában, azok nálam brutális módon kivetülnek az álmaimba, és ez miatt az én álmaim hát nem mindig pozitívak, sőt van, amikor katasztrofálisak. Viszont sokszor van mostanában, hogy beszélgetéseket az álmaimban folytatok tovább. Szóval, hogy történik egy beszélgetés az igazi életbe, de egy csomó kérdésem van, válaszokat akarok, és akkor az álmomban így folytatódik. És akkor így reggel fölkelek, és ez a tök jó, hogy most már így ezt is tudom. És akkor így, ja, várjál, ez nem is így van, hát ez nem is történt meg, ez csak a te fejedbe történt meg. És akkor ilyenkor elkeseredek, mert a válasz tök jó volt az álmomban, a valóságban meg nincs válasz, és akkor jaj. Szóval ez azért így fura. A Max Factor legújabb Velvet Volume spiráját fogom használni a szempilláimra, és bár ez egy gumifejű kefe, mindenkinek adjunk esélyt, jó? Szóval most már ez a legújabb mottom, hogy ettől ez még lehet jó, hogy nem szeretem a gumikefét. Igen. Aztán, amit nagyon sokan megkérdeztetek, illetve szívesen hallanátok, ez a boldogság témája, ami... lányok, hát is fiúk, bocsánat. Ez egy olyan erős téma, amiről nem lehet csak úgy hip-hop mondani valamit. Viszont az élet értelmét jó, ha tudjátok, az pedig a 42. És aki nem látta még a Galaxis Utikalaus Topposoknak című filmet, akkor erősen ajánlom, mert ebben konkrétan elhangzik ez a nagy bölcsesség, ami mindenre válasz, a 42. Na jó, komolyra fordítva, igazából sokszor azt látom, hogy a boldogságot azt annyira túlmisztifikálják az emberek, hogy az valami félelmetes, és olyan szintre helyezik, és olyan dolgokat várnak el a boldogságtól, ami egyszerűen irreális, és ezért bizony nagyon sok ember boldogtalan. Egyszer hallottam egy nagyon jó mondást egyébként a boldogtalanságra, hogyha a vágyaid és a lehetőségeid nincsenek egy szinten, akkor boldogtalanná válsz, és ezen mondjuk tök jó így elgondolkozni. Viszont én azt mondom még mindig továbbra is, hogy a boldogság az nem olyan, hogy akkor leszek boldog, hogyha meg lesz az a dögös cipő, amit kinéztem magamnak a Deichmannba. Nem ettől leszel boldog. És sokan a boldogságot a pénzzel állítják egy szintre, hogy ha pénzed van, akkor boldog leszel, mert mindened megvan, amit akarsz. Hát számomra a boldogság az nem tárgyakban mérhető, hanem én inkább attól leszek boldog, ami így ér. A hatások, amik így felemelnek, amik így hozzám tesznek valamit, és ez lehet egy kedves mosoly, egy jó beszélgetés, egy film, aminek baromi jó az üzenete, és ami tovább tud hajtani az életbe. Szóval számomra a boldogság az nem egy olyan, hogy egy állapot, amit el akarok érni, hogy na, akkor most ezeket a listákat végigveszem, ezt megcsinálom, és akkor oké, a végén boldog leszek, kész, vége. És nyertem. Hát nálam valahogy ez nem így van. Úgyhogy nem is tudom, hogy megfelelő tanácsot tudnék-e ebbe adni, vagy nem is tanácsot, hanem inkább, hogy a véleményemet akarjátok-e hallani, mert hát legtöbb esetben nem igazán szokott egyezni az általam megkérdezett emberekével, mert hogy én egy kicsit így máshogy
látom a dolgokat. Ami nekem bejön, de másnak nem biztos, szóval csak ezért mondom, hogy így ne fűzzetek túl sok reményt ehhez az egészhez, mert nem biztos, hogy ez az, amit hallani akartok. De fontos az, hogy pezselgjetek, és nem véletlenül hangsúlyozom mindig, mert ezzel a pezsgéssel olyan dolgokat tapasztalhattok meg, amik boldogabbá tesznek benneteket. Olyan élményeket tudnak adni ezek a pezsgő momentumok, amiktől tényleg jól fogjátok érezni magatokat, és én elég régóta pezsgek, és azt kell mondjam, hogy beválik a dolog, szóval erre tudlak bíztatni benneteket is folyamatosan. Fél órája itt beszélek, és kiderül, hogy nem is mondja felvétel. Ez a tehetség. Utolsó téma pedig az, hogy stresszel, gyomorgörccsel bemenni dolgozni, és bár mondanám azt, hogy nincsen ebben tapasztalatom, de sajnos valamilyen szinten van. A legjobb tanács, amit adhatok, és ami nálam is működött és bevált, az, hogy amikor felismertem a dolgot, hogy nekem ez így úristen, de mennyire, de nem. És rájöttem, hogy hát mindent, csak ezt ne, akkor először is elkészítettem egy tervet magamba, hogy mi az a reális vonal, ami után én le tudok innen lépni. És ez nagyon fontos, tehát nem szabad beleugorni olyan dologba, hogy én ezt nem bírom, és beolvasok mindenkinek, és másnap felmondok, és elmegyek, mert ez senkinek sem az érdeke, és úri hölgyek vagyunk, szóval mi ilyeneket nem csinálunk, úgyhogy igen, tessék átgondolni a dolgot. És én is így tettem, egy értelmes tervet készítettem, B-tervvel, C-tervvel, mi lesz azután, ha, hogyan fogok elmenni innen, tehát erről az adott munkahelyről. Nyilván az, hogy ne essek két cég közül a pad alá, igen, majdnem sikerült jól elmondanom. Szóval erre oda kell figyelni, de annak semmi értelme nincsen, hogyha így éled a mindennapjaidat, mert ha már ennyit kell dolgoznunk, azaz az egész életünket végig kell dolgozni, nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen környezetbe tesszük, úgyhogy erre tényleg oda kell figyelni, és a lehetőségeket meg kell ragadni. Én így sikeresen megmenekültem egy olyan helytől, ami szerintem engem így atomjaira bontott volna pár hónapon, max éven belül, úgyhogy igen, ezekre oda kell figyelni, mert az egész életet tönkreteheti. És akkor nézzünk meg egy gyönyörű puparúst, az I Am Pupa Matte Lip Fluid 0-12-es árnyalata, ami egy béz szín, úristen, tehát nem vörös, meg nem piros, bézs. És először hezitáltam, hogy bézs, ez nem is szín, mi ez? De kipróbáltam, és úristen, annyira elegáns volt, és főleg ehhez a lila sminkhez annyira jól passzolt, úgyhogy ma ezzel fogom kifesteni a számat. Nos, ennyit már a kellemes maradék vasárnapot kívánok nektek. Írjátok meg nekem a bakancs listátok egyik elemét kommentbe. Kíváncsi vagyok, hogy nektek mi az a dolog, amit nagyon-nagyon szeretnétek egyszer kipróbálni vagy megélni. Illetve, hogyha a Digital Divas versenyén szavaztok rám, akkor ezt hálás köszönettel veszem. Mint mondtam, a linket a leírás gombra kattintva megtaláljátok. Én megyek szülinapozni, nektek legyen nagyon szép napotok, és tessék pezsegni, találkozunk hamarosan, sziasztok!